nézők is mindjárt, hogy mi ennek a második és egyben a tárgynak az utolsó feladata, ez a hittervezési feladat, mi ennek a célja. Hát elsősorban az, hogy a mérnöki gyakorlatban előforduló problémák megoldásához szükséges szemléletet és gondolkodásmódot fejlessze, kialakítsa, illetve fejlessze. A feladat megoldása során több esetben is különböző választási lehetőségek között kell dönteni, és felvállalva ennek a későbbi következményeit. Tehát, hogyha rossz döntést hoztak, akkor azt a fajta számítás, vagy azt a számítás részletet, azt meg kell ismételni. Illetve harmadik fontos cél, hogy a feladat megoldása során szerzett alapismeretek hozzájárulnak az elméleti anyag jobb elsajátításához, megértéséhez. Hogy is néz ki egy például egy erdészeti útnak a hídja? Most ezen a dián egy hídnak az oldal nézetét, vagy féloldal nézetét látják, méghozzá egy olyan erdészeti kis híd, amelyik viszonylag nagy nyílással rendelkezik. Ez ugye onnan is látható, hogy nem csak a végeit látjuk, hogy csatlakozik az úthoz, hanem a mederben foglal helyet egy nagyon fontos alátámasztó létesítmény, ez pedig a pillér. Milyen részei vannak a hídnak? Tehát tulajdonképpen a fénykép azt a célt szolgálja, hogy bemutassa a fő, ezen a képen is látható, fő szerkezeti elemeit a hídaknak, a kis hídaknak. Jó, egy pillanatra átkapcsolok a következő diára. Kezdjük az alépítményi résszel. Az alépítmény a hídfőkből és a pillérekből áll. Visszamennék a fényképre. Mi lenne a hídfő? Belerajzolnék a fényképbe. Most itt viszonylag jól lehet látni, hogy ez tulajdonképpen nem más, lehetne azt mondani, mint a csatlakozó út töltési rézsüje. Igen, de azt látjuk, hogy ez burkolattal van ellátva, tehát tulajdonképpen ez egy innen nézve megállapítva egy merőleges vagy ferde szárnyfallal lezárt hídfő. Tehát a hídfőt valahogy itt kell elképzelni, ehhez csatlakodnak a szárfalak, csak nyilván a burkolás miatt ez így eltűnik. Tehát a hídfő feladata az, hogy a felszerkezetet alátámasztja, a másikat is itt lehet tulajdonképpen sejteni. Tehát hídfő, hogy aztán a hídfőnek milyen részei vannak, stb. Még majd foglalkozunk vele, csak most a fő szerkezeti elemek. A mederben helyet foglaló szerkezeti, alépítményi szerkezet az úgynevezett pillér. Az ilyen betonbarakott terméskő, a terméskő burkolattal ellátott hídfő esetén úgynevezett masszív pillér épül. Ugye ez a kialakításra vonatkozik, ez a jelző, hogy masszív pillér, tulajdonképpen sújtámfal-szerű kialakítás. A kettő szerkezeti elem, tehát a hídfő és a pillér között a fő különbség az, hogy a hídfő az azon kívül, hogy tartja a híd felszerkezetének terheit, illetve az arra jutó terheléseket felveszi, azon kívül még megtámasztja a csatlakozó út háttöltését is. Tehát rá hatni fog majd a földnyomás, itt is lehet látni. Ellenben a pillér, amelyik a mederben foglal helyet, ennek a feladata csak a felszerkezett terheinek a viselése, tehát földtömeget nem támaszt meg. Ez az alépítmény volt. Nézzük a következő szerkezeti elemet, vagy a felszerkezet, főtartó és a pályaszerkezet. A főtartó, itt a képen látható híd, ugye innen elég nehéz megállapítani a szerkezetet, de mivel ismerem, mert jártam ott, tudom mondani, hogy acélgerenda tartós hídról van szó, amelyet egy pallóborítással láttak el, ez a pályaszerkezet. Öti rész. Alátámasztások. Ugye nagyobb hidaknál fontos az, hogy
a statikailag is határozott legyen a tartó, tehát valamilyen szerkezettel, sarukcsukló, kingá gondoskodnak egyrészt arról, hogy statikailag határozott legyen a tartó, másrészt pedig arról, hogy a felszerkezetnek az elmozdulásait hőhatására történő kitágulás következtében, vagy a hőhatására történő hosszváltozásokat is tudják követni. Ez a híd, ez ilyen kis hidaknál ugye ez általában nem szokott előfordulni. A negyedik szerkezeti rész pedig a híd tartozékok lesznek, amelyek szegélyezési, pályalezárási, víztenítési és védelmi feladatokat látnak el. Hát itt igazándiból a képre, hogyha visszamegyek, akkor itt a védelmi funkciót ellátó korlátot látjuk. Az ilyen fajta kialakítású korlát, amit itt láthatunk a képen, ennek az a neve, hogy üzemi korlát. Tulajdonképpen van egy felső tagja ennek, van egy középső, és ugye korláttartó oszlopok vannak elhelyezve megfelelő megtámasztással. Jó, tehát üzemi korlát. Általában az ilyen egyszerű korlátokat provizorikus hídaknál szokták alkalmazni. Ez a híd elég régóta áll már, ilyen 15-20 évente felújítják, mint ahogy most is történt egy felújítása, főként a pályaszerkezetnek, de egyébként kiválóan megállják a helyüket és a funkciójukat betöltik. A híd fő részeivel itt most nem foglalkoznék, majd erről úgyis lesz külön ábra. Jó, térnénk rá a feladatra, hogy mi is lesz a feladat. Hogy néz ki, hogy kell elképzelni térbe azt a feladatot, amit meg fognak oldani. Kétfajta feladattal fognak találkozni. Egyrészt a felszerkezett kialakításában van különbség, másrészt pedig a rézsű lezárás módjában. Akinek egyszerű vasbeton lemez hídja van, tehát egyszerű vasbeton lemez statikai rendszerű hídja van, majd hogy ez mit jelent majd az óra végén, ez egyértelműen ki fog derülni. Annak a rézsű lezárása az párhuzamos, pontosabban a csatlakozó út megtámasztása az párhuzamos szárnyfallal történik. Mit jelent az, hogy párhuzamos szárnyfal? Megint csak rajzolnék ide a képre. Tehát a forgalom áthaladásának iránya azt hiszem az egyértelmű mindenki számára, hiszen itt a korlát az ez az irány. Ezzel az irányjal tulajdonképpen párhuzamosan, most berajzolnám, ugye ez itt a híd fő rész, és itt látható a párhuzamos szárnyfal, tehát tulajdonképpen a párhuzamos szárnyfalnak ez a homlokfala, ez függőleges, a hátfala most itt nem látszik, a másik oldalon ugyanilyen van, tehát közre fogja a csatlakozó töltését, viszont a töltés lezárásáról ebben az esetben egy töltés lezáró kúppal kell gondoskodni. Jó, amit most rajzoltam be. Ez egy folyóka, amelyik a hídról lefolyó vizet, tulajdonképpen egy surrantó funkcióját tölti be, egy burkolt folyóka, a hídról lefolyó vizet vezeti aztán a telepre. Jó, tehát ez az egyik szerkezeti elem, tehát a kettő összefügg, akinek egyszerű vasbeton lemeze van, lemezhíd, statikai rendszerű hídja van, annak a szárnyfala az párhuzamos szárnyfal lesz. Akinek szegélybordás vasbeton lemezhídja van, statikai rendszerű hídja van, annak pedig merőleges szárnyfala van. A merőleges szárnyfal az itt látható. Tulajdonképpen a fényképen is, ahogy említettem, az vagy merőleges, vagy ferde szárnyfal volt. Úgyhogy itt látható a szárnyfal, merőleges szárnyfal. Jó. Megint csak szeretném jelezni, hogy megint tudnék 0,05 plusz jegyet adni annak, aki velem együtt rajzolja a kivetítőn lévő ábrát. Jó, hát én ugye átrajzolom csak. Tehát a kivetítő most egy monolit vasbeton lemezhídnak a hosszmetszete látható. Ugye mindenki
ilyen monolit vasbeton lemezhidat, tehát helyszínen betonozott vasalt, helyszínen vasalt és betonozott lemezhidat fog majd tervezni, nyilván különböző méretekkel. Ezzel a hosszmetszete a hídnak, hogy néz ki és hogyan, milyen részekből áll. Hát kezdjük a tengely megrajzolásával. Jó, a tengely megrajzolását követően kezdjük az alépítménnyel. Ugye felvehetjük az úgynevezett alapozási síkot, majd a következő ábrán fogjuk látni. Tehát azt a síkot, amely megegyezik annak a talajrétegnek a síkjával, amelyik az alaptestet alátámasztja. Tehát az alaptest, látható, hogy az alaptest a híd fön túlnyúlik. Ez a túlnyúlás mértéke, ez minimum, tehát aminek értelme van, az 15 centi, meg maximum pedig azért kell, hogy legyen, mert ha nagyobb lenne, akkor a statikai számításoknál figyelembe kellene venni, így a statikai számításoknál ezt a 15 centis túlnyúlást nem kell figyelembe venni. Jó, rajzoljuk meg most úgy a hídfőt, ahogy majd a videóban is látható, így első lépésben mindenki rajzolja meg úgy, hogy ez az úgynevezett lesarkítás, ahol most mutogatok, hogy ez nincs, mert egy jobban lehet értelmezni a méreteket, és nincs is ez az úgynevezett erősítő rész ide beépítve. Persze természetesen akkor ugye ez a vonal sincs itt, hanem így történik a lezárás. A másik oldalon majd erre is figyeljünk oda, hogyha rajzoljuk. Jó, tehát a másik hídfőnek a kontúrját. Tehát a homlokfala a hídfőnek az 1:10 lejtésű lesz majd. Erre visszatérünk, lesz még egy ábra konkrétan a hídfővel kapcsolatban, a hátfalnak a dőrése pedig 1:5 lesz. Jó, ez a lesarkítás, ez milyen célt szolgál, hogyha már így megemlítésre került? Ez azt a célt szolgálja, hogy mivel ez egy vasbeton szerkezet, és az áthaladó forgalom hatására ez a szerkezet behajlik, bizonyos behajlást fog mutatni, illetve amikor a terhelés megszűnik, akkor pedig helyreáll, sőt, ellentétesen is elmozdul, tehát úgymond kipuposodik a másik oldalon. A lehajlás következtében, hogyha ez a lesarkítás nincs, akkor a hídfőnek a felső éle ez úgyis letöredezne, de teljesen szabálytalanul. Tehát ezt elkerülendő, van ez a 45 fokos, és tulajdonképpen 10 centi a hídfő koronájától, homlokfaltól mérve egy 10 centi a úgymond a mélysége, és 45 fokos a lesarkítás. Jó, nézzük akkor a felszerkezetet, ugye ez volt az alépítményi rész. A felszerkezet látható a sraffozásból, ugye kereszt sraffozásról van szó, hogy ez vasbeton szerkezet, ugye ennek a hosszmetszetét láthatjuk. És rajzoljuk be a hídnak a pályaszerkezetét, ugye hosszmetszetről van szó, a rétegekkel nem foglalkoznánk, hanem csak magát a pályaszerkezetnek a metszetének a kontúrját fogjuk megrajzolni, illetve ami itt még látszik a hosszmetszetben, a szemközti oldalnak a úgynevezett kerékhárító része, majd a keresztmetszetben világosabb lesz ez a szerkezet. Jó, a korlát az idomacélkorlát, a korláttartó oszlopok maximális távolsága 3 méter kell, hogy legyen. Az osztó lécek egymástól való távolságra erdészeti utaknál, mivel településektől távol elhelyezkedő hidakról van szó, itt lehet a 30 cm. Jó, tehát egy ilyen idomacélkorlátot kell majd mindenkinek megtervezni. Jó, a vízszintes, másik vízszintes rész. Jó, és akkor a függőleges osztólécek.
Tehát mindet nem fogjuk berajzolni, jelezzük, hogy ez hogy fog majd kinézni. A rajz elkészítése után nézzük akkor a fő szerkezeti elemeket, hogy tudjuk értelmezni a feladatlapon megadott értékeket, illetve megadott távolságokat. Nézzük akkor sorba a feladatlapon majd, amit elérhetővé teszek a bemutatót követően. Látható, hogy megvan adva a hídnak a híd nyílása vagy szabad nyílása, amit most rajzoltam itt be, tehát ez a híd nyílás. Hogyan kell ezt értelmezni? Próbálom itt levetíteni egy ilyen pontozott vonallal, vagy szaggatott vonallal. A másik pedig ugye innen indul. Jó, tehát az alátámasztások, tehát a hídfők homloklapjai között mért távolságról van szó, közvetlenül a főtartó alatt értelmezve. A másik ilyen fontos, a számításokban nagy szerepet játszó távolság a támaszköz. Na most a támaszköz következik az elnevezésből is, olyan hidaknál, ahol konkrét alátámasztási pontról van szó, ott egyértelmű az alátámasztások közötti távolságról van szó. Monolit vasbeton lemezhidaknál viszont ez a támaszköz egy származtatott mennyiség. A származtatott mennyiség pedig úgy jön ki, majd a képetet is fogják látni, hogy veszük a szabad nyílást, ezt a szabad nyílást megnöveljük 2x10 centi, azaz 20 centivel, majd a kapott összeget beszorozzuk 1,05-tel, tehát az 5%-kal növelt értékével. Ez adja monolit vasbeton lemezeknél esetén a támaszköznek az értékét. Jó, nézzük, amit látunk még itt. Ugye oda lehet írni, hogy ez az alaptest, bár mondom, ezzel még majd foglalkozunk. A felmenő falazata a szerkezeti gerendával, a teljes a felmenő falazat, tehát félreértés ne essék, a alaptest fölötti hídfő rész egészen a főtartóig, ez a felmenő falazat, ennek a felső része a szerkezeti gerenda, általában ez a hídfő koronájának, amely hídfő koronája, megerősítem, ugye erről van szó, ez a hídfő korona szélessége, ennek a felével megegyező vastagságú, azért célszerű elkülöníteni, mert más anyagminőségből, nagyobb szilárdságú betonból készül. Maga a hídfő is a betonba rakott terméskő vagy úsztatott beton, de egyébként a többi része, de ez a szerkezeti gerenda, ez már nagyobb szilárdságú betonból készül. A főtartó, ugye, még az van ideírva, a főtartó ugye esetünkben monolit vasbeton lemezről van szó, és a pályaszerkezetet pedig már említettem a berajzoláskor, illetve a kerékhárítót és a korlátot. Jó, tehát így néz ki a hosszmetszete a tervezendő hídnak. Nyilván, hogyha egy konkrét hídról van szó, akkor természetesen bele kell illeszteni a terepbe, illetve a vízfolyás medre is, medrének a keresztmetszete is megjelenik. Tehát ez volt a hosszmetszet. Nézzük a keresztmetszetet. Tulajdonképpen, ha az előző rajzot megnézzük, és itt a tengelyben elmetszük, és akkor nézzük a keresztmetszetét a szerkezetnek, akkor ugye hát kezdjük a főtartó lemezzel. Ez a főtartó lemez. Az előbb csak egy részét lehetett látni, nézeti részét a úgynevezett kerékhárítónak. Most teljes méretben a keresztmetszete látszik. Majd, hogy a méreteit hogy választjuk meg, milyen szempontokat veszünk figyelembe, a későbbi diákon majd fog szerepelni. Itt a korláttartó oszlopot láthatjuk még, illetve az is látható, hogy a hídnak a pályaszerkezete is
tetőszervényes kialakítású. Egyébként nyilván meg kell, hogy egyezzen ez a kialakítás a csatlakozó út keresztmetszeti kialakításával. Tehát, hogyha az tetőszervényes, akkor ez is tetőszervényes kell, hogy legyen. Jó, milyen fontosabb kontúrok vannak még? Tehát ez akkor a hídfőnek a kontúrja, ugye alátámasztja a főtartó lemezt. Hát ez a vonal, ez tulajdonképpen a lesarkításnak az éle, ez pedig a másik vonal egyébként az a szerkezeti gerenda felső éle lenne. Nem szükséges berajzolni, viszont fontos ugye a most itt a medernek a hosszmetszetét látjuk, ez a partél tulajdonképpen, és akkor a mederfenék szint pedig ugye itt foglal helyet, a mederfenék szint alatt pedig az alapozási sík. Tehát mi van még, illetve a szerkezet alsó éle sík látható még itt, ami egy fontos adat, nem más, mint a főtartó lemeznek az aljáig tartó távolság. Mi van megadva feladatlapon? Ugye egyrészt a mederfenék szint, másrészt a szerkezet alsó éle szint. Tehát tulajdonképpen a kettő szintnek a különbsége az megegyezik a hídfő felmenő falazatának magasságával. Ez azért érdekes, mert ennek függvényében fogjuk tudni majd kiválasztani a hídfő koronaszélességét egy táblázatból. Tehát ezek az adott értékek, mit kell hozzá felvenni? Az alapozási síkot, az alapozási szint van a feladatban, alapozási síknak nevezem, tehát AS-sel is rövidíthető. Ez a mederfenék szintje alatt legalább egy méterrel kell, hogy legyen. Tehát ha legalább egy méterrel kell, ugyan, akkor mindenki egy méterre választhatja. Milyen méretek láthatók még itt? A szerkezeti magasság alatt értjük a pályaszint, tehát amit most ugye a tengelyben értelmezzük itt is, most rajzolom be szaggatottal. Tehát a pályaszint és a szerkezet alsó éle szint közötti magasság különbséget értjük a szerkezeti magasság alatt. Jó, tehát ez a szerkezeti magasság. Jó, kerékhárítóról már ejtettünk szót, korlátról is ejtettünk már szót. Jó, és a főtartó természetesen, ugye azzal kezdtük a rajzot. Jó, tehát ez lenne akkor a keresztmetszete a hídnak. Akkor a kialakítás elveiről. Tehát vannak általános kialakítási előírások, és vannak ugye megválasztható értékek. Nézzük akkor a hídpályák kialakítását. Ahogy azt már említettem is, hogy a hídpályák méretei és vonalvezetése alkalmazkodjon a csatlakozó út méretei, ez egy fontos kritérium, magassági és vízszintes vonalvezetéséhez. Jön egy fontos tervezési irányelv, mégpedig az a keresztmetszeti kialakításra vonatkozóan, vagy a keresztmetszeti méretére a hídnak, hogy a híd kocsipálya szélessége a csatlakozó út burkolat szélességénél nagyobb legyen 40-40 cm-rel. Tulajdonképpen miről van szó, amit még ugye az ábrán fel kell tüntetni, az úgynevezett hasznos szélességről van szó, amely hasznos szélesség az nem más, mint a kerékhárítók belső homloklapjai között mért távolságról. Tehát ez a hasznos szélesség. Ennek a hasznos szélességnek tehát 40-40 centi, tehát összesen 80 cm-rel meg kell haladnia a csatlakozó burkolat szélességét. Ez egy fontos előírás és egy fontos kritérium lesz majd a tervezés során. A főtartó szélessége minimálisan a csatlakozó út koronaszélességével egyezzen meg. Tehát tulajdonképpen a főtartó szélessége, itt most külön nincs beméretezve,
de ugye látható a két széle a főtartónak, tehát ez a szélessége, ez a csatlakozó út koronaszélességével egyezzen meg. Bármelyik statikai rendszerű hídja van valakinek, mindenképpen mindenkinek a főtartó szélessége az megegyezik a csatlakozó út koronaszélességével, ami egységesen 5 méter. A burkolat, hogy nézzen ki a híd burkolata, a pályaszerkezete. Ugye a csatlakozó út és a hídpálya burkolatának illeszkednie kell egymáshoz. A keresztdőlések, most itt konkrétan a feladatban, tulajdonképpen, hogyha a csatlakozó útnak a hosszelvényét nézzük, akkor a híd, illetve a hídhoz csatlakozó részek magassági vonalvezetése az ezen a rövid szakaszon 0%, tehát nincs hosszesés. Nagyon nagy jelentősége van ilyenkor a keresztdőléseknek. Ha a csatlakozó útnak a keresztmetszeti kialakítása tetőszelvényes, akkor a híd pályaszerkezetének a felülete is, tehát a burkolat felülete is, ugyanilyen dőlésű tetőszelvényűnek kell lenni. Ezek a keresztdőlések, ezek majd látható, hogy védő, illetve kiegyenlítő beton rétegek kerülnek rá a főtartó lemezre, majd ezt követi a csatlakozó burkolatának a vastagságának megfelelő burkolati rész. Jó, ezekkel a kiegyenlítő meg védőbeton rétegekkel előállítható már a kívánt keresztdőlés, tetőszelvény, és a burkolati rész, ami mindenkinek majd aszfalt lesz, az már párhuzamosan azonos vastagságban építhető erre rá. Már most szeretném jelezni, hogy a Kiki a mintakeresztszervény feladatából fogja átvenni az aszfalt tervezendő, a hídra ráépítendő aszfaltnak a vastagságát, méghozzá azt a variációt, amikor a stabilizációs rétegen csak egyetlen AC alap réteg foglal helyet. Tehát amit ott tervezett azzal a vastagsággal fogja tervezni a hídjának is a legfelső burkolati rétegét. Az út hosszirányú lejtése változatlanul átvezethető a boltozott hidakon, hogyha nagyobb hosszesésről van szó, ha nem boltozott a hidunk, már pedig a miénk az nem az, akkor illetve ha a túltöltés kellő magasság, ugye vezethetnénk a szerkezet fölött, még építenénk egy túltöltést, nem erről van szó a feladatban, ahogy látható. Tehát akkor, ha ez nem áll fenn, akkor a pálya hosszesését 3-3,5%-ra mérsékelni kell. Hogyan történik ez a mérséklés, vagy akár ami a feladatban is szerepel, hogyan lehet ezt a 0%-os hosszesésű szakaszt kialakítani. Ugye a magassági vonalvezetés meglehetősen rugalmasan tudja követni a terepvonalat, illetve a terepet, tehát tulajdonképpen rá vezethető, lekerekítő ívekkel kialakítható ez a 3-3,5%-os, vagy akár a 0%-os szakasz. A jó vizelvezetés érdekében célszerű bizonyos hosszirányú esést is kialakítani, ugye, hogyha ez mondjuk éles terv lenne, akkor nem lenne célra vezető feltétlenül az, hogy most 0%-os hosszesésű legyen. Viszont, hogyha vízszintes útszakaszon útszakaszt terveztünk, már magassági értelemben, akkor tetőszelvény alkalmazása esetén úgynevezett víznyelők gondoskodnak a megfelelő vízelvezetésről, tehát a hídpálya víztelenítéséről. A hídon elhelyezett burkolat, tehát a legfelső réteg, hogy a csatlakozó pályaszerkezetéhez igazodjon. A burkolatnak a rétegei, tehát a hídburkolat rétegeinek a legvékonyabb részen se lehet minimálisan építhető vastagságnál vékonyabb. Ugye itt arról van szó, említést tettem az előbb arról, hogy a kiegyenlítő és védő beton rétegekkel fogjuk kialakítani a kívánt keresztdőlést, de azt se lehet vékonyabbra építeni, mint annak a szemnagyságnak a mérete, vagy annak a
szemnagyság méretnek másfél szerese legalább, mint amiből maga az a beton készült. Majd, hogy mik lesznek ezek a méretek, a későbbiekben lesz róla szó. Híd tartozékok. Milyen funkciót, milyen szerepet töltenek be az úgynevezett híd tartozékok? Ugye ez egy összefoglaló csoportnév, három fő funkciót töltenek be, a víztelenítés, vízelleni védelmet, szegélyezés, pályalezárást, illetve védelmi funkciót a korlátok és a kerékhárítók töltenek be. Nézzük ezeket sorba. A szegélyezést és pályalezárás, a pályacsatlakozást biztosító szerkezeti elemek, a bal oldalon láthatjuk az élvédő szögacélt, tehát tulajdonképpen itt látható a szögacélnak a mérete, ugye 50x65, ezek milliméterben értendők, 65x7 milliméter vastagságú, erre az idomacélra hegesztenek ilyen a kerékhárítóba nyúló olyan betonacélokat, amiknek a kialakítás látható, vagy egy sima kampózás is lehet, amely biztosítja, amely a kihúzódás ellen ugye biztosítja az élvédő szögacélt. Ugye felváltva 40 cm-enként. A jobb oldalon láthatjuk egy jóval nagyobb méretű és vastagabb idomacél, tehát 80x80x10 mm-es lezáró szögacélt. Ezt abban az esetben alkalmazzuk a hídnál, a híd pályaszerkezetébe, amikor a csatlakozó útnak a pályaszerkezete eltér a híd pályaszerkezetétől, mondjuk makadám pályaszerkezetű az út, és mondjuk a híd, az beton pályaszerkezet lesz. Általában ugye igazodni szoktunk a csatlakozó pályaszerkezetéhez, de hogyha ez valami oknál fogva nem biztosítható, akkor ezt a lezáró szögacélt kell beépíteni a híd burkolatnak a védelme érdekében. Víztelenítés és szigetelés. A híd szerkezeti elemeit a vízkáros hatásától meg kell védeni. Ha szerkezet feszítés nélkül készül, mit jelent ez? Tehát említettem azt, hogy monolit vasbeton lemezhidat készít mindenki, tehát helyszínen vasalt és helyszínen betonozott főtartót tervez mindenki. Egyébként, hogyha az előre gyártott elemekből készülne, vannak ilyen szerfajt, tehát a közutaknál ilyenek is épülnek főként, azok ugye üzemben készülnek, gyártóüzemben, ott magukat az acélbetéteket előfeszítik, tehát ott a repedésmentes kialakítás az biztosított. Hogyha ugye monolit vasbeton lemezhidről van szó, mint esetünkben, akkor szigetelő réteget kell a betonra fektetni, majd a felületeket minden esetben úgy kialakítani, hogy rajtuk a víz ne állhasson meg, elvezetésükről pedig vízelvezető berendezéssel kell gondoskodni, mint amilyen ugye a hídburkolat esetében a víznyelő. A vízelvezető berendezés még a úgynevezett csepegő vagy vízor, a vízelvezető cső és a folyóka. Hol foglalnak ezek helyet, a következő diák ezeket mutatják be. Nézzük a csepegő vagy vízor. Azokon a szerkezeti részeken kell kialakítani, ahol a függőleges felülethez vízszintes vagy közelvízszintes felület csatlakozik, és a felületeken a víz folyásával számolhatunk. Ezzel megakadályozzuk azt, hogy a függőleges felületekről lefolyó víz a teherhordozó szerkezet részeket elérje. Itt tulajdonképpen láthatjuk a kerékhárítónak egy metszetét a baloldali ábrán, ugye ahogy itt alatta a főtartó van, ugye ezt szeretnénk megvédeni a vízkáros hatásától, tehát az ide verődő, a kerékhárító homloklapjára verődő csapadék víz, hogy az ne érhesse el a főtartót, ezért beiktatjuk ezt a csepegőt vagy vízort, amit most itt át is rajzolok. A feladat megoldása során majd ennek a részlete külön nem fog megjelenni, tehát ezt tulajdonképpen most tudjuk így egy rajzon ábrázolni, ezért akkor ezt a rajzot készítsük el. Jó, tehát ez akkor a kerékhárító lenne. Egy másik fontos dolog még, hogy szintén a szerkezetre jutó csapadék
megakadály, hogy ne jusson a szerkezet, terhordó szerkezettel csapadék ennek megakadályozására, magát a kerékhárítónak a felületét, azt egy ilyen 200%-os befeledőléssel alakítjuk ki, 200%-os portland cement simítással látjuk el, ez biztosítja azt, hogy a kerékhárító jutó csapadék ne folyjon végig a homlokfalán, és ne juthasson semmiképp se a főtartó lemezre. Tulajdonképpen jobb oldalon is hasonló szerkezet látható, ugye itt elválik egymástól a főtartó és a kerékhárító, itt viszont látható, hogy egybe van vasalva. Hát ez a kétfajta szerkezet, ugye bal oldali az egyszerű vasbetonlemez, statikai rendszerű híd, a jobb oldal pedig a szegélybordás vasbeton lemez hídnak a keresztmetszetének egy részletét mutatja be. Víznyelő. Ahogy már az előbbi diákon szerepelt is, hogy ha nincs hosszesés, akkor feltétlenül be kell építeni ilyen víznyelőket, feladat megoldása során is be kell építeni ezeket. Ezeknek a víznyelőknek a felülnézete látható majd. Ezek a víznyelők nyilván egy ráccsal kell, hogy védve legyenek, hogy ugye ebből baleset ne legyen, olyan rácskiosztással, hogy lehetőség szerint a gyalogos forgalomnak se jelentsen akadályt, és ne legyen belőle probléma. Hogy, tehát itt látható tulajdonképpen a hosszmetszete ennek a víznyelőnek. Ha megrajzoljuk a kerékhárítót, ugye itt az élvédő szögacéllal az egyes rétegek láthatók, és a víznyelőnek a hosszmetszete, tulajdonképpen ez egy tölcsérhez hasonló szerkezet, amelynek a vége 45 fokban van levágva, az annak a biztosítására, hogy a lefolyó víz, na víznek a kifolyó, ahogy folyik ki ebből a víznyelőből, ugye irányított legyen valamelyest, hogy ne juthasson mondjuk a főtartó, vagyis a hídfőnek a homlokfalára. Ennek biztosítására a kerékhárítótól minimum 10 cm távolságra kell elhelyezni, de nem haladhatja meg a innen mért távolság, avagyis a kerékhárítótól mért távolság az 50 cm, tehát a tiszta szélessége ebből következően ugye az 40 cm lesz. Tehát a kettő különbözete, ugye az 40 cm lesz a víznyelőnek a szélessége. Jó, ugye itt a peremek látszanak még, illetve a kialakításból adódó egyéb vonalak, és ugye a pályaszerkezet, tehát a konkrét beépítésnél, hogy hogyan van kialakítva a híd pályaszerkezete. Jó, ilyen mélységben nem kell megrajzolni, ezért is rajzoltuk le most. Tehát erre a víznyelőre egy rács készül. A víznyelő rácsának 1,5 négyzetcentiméter hasznos rácsfelületére 1 négyzetméter vízgyűjtő terület jusson, tehát innen számítjuk ki azt, hogy hány víznyelőre van szükségünk. Kiszámoljuk a teljes felületet, ahonnan a víz a víznyelőhöz juthat, és akkor megnézzük, hogy ha tervezünk egy mondjuk 40x40-es hasznos felületű víznyelőt, arra, ha rátervezünk egy 1,5 négyzetméteres hasznos rácsfelületű rácsot, tehát a hasznos alatt azt értem, ahol a víz átfolyik, akkor kikalkulálható, hogy hány biztonsággal hány víznyelőt kell elhelyezni a hídunkra. Háttöltés víztelenítésére és a hidrolefolyó víz elvezetésére szolgáló berendezések következnek. A hídfő mögé jutó víz elvezetéséről a hídfőbe elhelyezett, tehát a hídfőbe a hídfő építése során beépített 10-15 cm átmérőjű 5-10% lejtésű acélcső gondoskodik. A cső a hátfal mögött elhelyezett agyagdugó fölött helyezkedik el, és egy kőrakat védi az eltömődéstől. A kialakítást majd mindjárt a következő rajzon láthatjuk. A hídpálya és a csatlakozó út felületéről lefolyó vizet a rézsőn kialakított folyóka vezeti el, ugye surrantó
szerűen kialakított, tehát a rézsünevvel megegyező hosszesésű, tehát elég nagy az esése, ezt is érdemes így lerajzolni. Ugye ez egy homokos kavics ágyazati réteg, erre kerül a beton, betonba rakott terméskő végül is. Terméskő burkolatról van szó. Jó, a fontosabb méretek ugye itt láthatók, 0,60-0,80 cm. A külső szélesség, ugye ez a szélesség, ez 10-15 cm, és akkor olyan csészeszelvényűen kialakított folyókáról van szó. Jó, az ágyazati rész az 5-10 cm vastagságú. Nézzük a másik szerkezeti részt, ugye a háttöltés víztelenítéséről van szó, háttöltés kialakítását mutatja be a következő rajz. Tulajdonképpen a feladatban kód szám formájában van megadva a talaj, amely kódszám alapján táblázatból kereshető a talaj. Mindenkinek tulajdonképpen szemcsés talaja van. A szemcsés talaj esetén ugye ez az alkalmazott dőlés, ami itt is látható, ez a 6/4, ez használható érték. Itt tulajdonképpen majd a későbbiekben lesz róla szó, hogy a töltéseknek a helyreállításakor, tehát amikor van egy lecsúszott töltésünk, akkor újra beépítendő réteg és a megmaradt töltési réteget pedig ilyen fogazással kell ellátni. A fogazás az tulajdonképpen úgy készül, hogy megválasztjuk a nagyjából ilyen a vízszintessel 50-60 fokos szöget bezáróan a fognak a hosszabbik oldalát, és erre minden esetben merőlegest állítunk. Tehát ezek itt merőlegesek lesznek. Így lehet kialakítani a fogazását a háttöltésnek. Maga a rétegesen tömörített háttöltés, maga közvetlenül a hídfő mögötti rész, ide egyébként még a hídfőre szövegesen meg van jegyezve, de ide még a hídfő hátfalára még ugyanúgy el kell helyezni szigetelést. Nyilván, mivel közel függőleges a felület, ezért egy acélhálót helyeznek el, erősítenek a hátfalra is, hogy az a kiegyenlítő beton réteg az felhordható legyen, majd a szigetelés ráhelyezhető legyen. És a hídfő hátfalához közvetlenül egy homokos kavics réteg, homokos kavics háttöltés csatlakozik, annak érdekében, hogyha a csatlakozó töltése az kötött talaj, akkor annak a kellemetlen tulajdonságai az abban keletkező többlet terhek ne terheljék már a hídfőt. Viszont ugye ide a homokos kavics rétegbe beszivároghat a víz, itt látható a kőrakat, amely azt a célt szolgálja, hogy az előbb említett acélcső ne tömődjön el. Jó, és akkor jön a homlokfal, most már így alakítom ki. Az ilyen kialakítású hídfő, mint amit most átrajzoltunk, ugye ennek a tervezését számításokkal kell alátámasztani, mert hogyha nincs rá szükség, akkor maradhat az 1:10 dőlésű homlokfal, és akkor nem kell az erősítő részt beépíteni, de a későbbiekben úgy is lesz szó. Ugye ez a lezáró, tehát ez az agyagdugót sem felejtsük el berajzolni, ugye ennek a felső síkja az acélcső felé kell, hogy lejtsen. Tehát ez az agyagdugó, ez a kőrakat, amit berajzoltunk. Jó, és ugye ott oda is van írva, hogy az a szigetelés, amit külön ugye elmondtam, hogy kell elképzelni. Jó, tehát a háttöltés kialakítás látható itt. A jobb oldali ábrán pedig látható az oldalnézete a hídnak, tehát ez a kerékhárító homlokfala, külső homlokfala, rajta a korláttal.
amit most itt láthatunk oldalnézetbe, az egy párhuzamos szárnyfalú ellátott hídfő. Jó, a többit nem rajzolnám be, itt a terepet rajzolnám, a terep alatti részt, ugye itt szaggatottan még az is látható, hát a hídfőt. Jó, ott berajzolhatjuk, már csak azért is, mert akkor jobban érthető a rajz. Tehát szaggatottal a terepszint alatti részeket. Így akkor már láthatjuk azt is, hogy hogy fog majd kinézni a saját rajzon az oldalnézet, illetve a hosszmetszet, illetve a rézsülezáró kúp látható itt még. Jó, tehát most amiért megrajzoltuk, ez a folyóka, aminek keresztmetszetét az előbb megrajzoltuk. Jó, felnézetet nem rajzoljuk le. Vízelleni szigetelés, hogy történhet, ugye hol kell elhelyezni, pályalemezén és a hídfők és szárnyfalak hátfalán, erről már ejtettünk szót. A szigeteléssel ellátott felületeket 1-2%-os eséssel kell kialakítani, kétfajta szigetelési rendszert elterjedt, a mázas szigetelés és a remezes szigetelés. A mázas szigetelésnél a hideg alaprázra, amely bitumenemózió, anyagát nézve bitumenemózió, ugye bitumennek, emulgiátorszernek és víznek a keveréke a bitumenemózió, ez hidegen hordható fel, és két hétek forró fedőmáz kerül rá, ez a forró fedőmáz az úti bitumen lesz. A ragasztott lemezszigetelésnél a hideg alapmázra, ami ugyanúgy bitumenemózió, felváltva forró ragasztómáz és szigetelő lemez, végül forró fedőmáz kerül. Összvastagsága 1 cm, még a mázasnak fél cm. A könnyebb ábrázolhatóság kedvéért is, mi a lemezes szigetelést fogjuk majd választani 1 cm-es vastagságra. A szigeteléseket a sérülésektől, a vízzel való közvetlen érintkezéstől védő réteg óvja meg. Ez a szigetelés védő betonréteg lesz a következő, a szigetelésre jutó következő rész, tehát egy betonréteg kerül arra. Korlátok. Nincs külön korlátra szükség, ha a híd szerkezeti hossza kisebb 3 méternél, az áthidalt akadály legmélyebb pontja feletti magasság kisebb 2 méternél. Illetve még további feltétel, hogy az út vízszintes sugara nagyobb 200 méternél. A feladatban ezek a paramétereket meghaladóan vannak megadva az értékek, tehát mindenkinek kell korlátot tervezni, ez csak egy általános előírás. Milyen magas legyen a korlát? Ugye azzal foglalkozik a következő pont. Az acél hídkorlát magassága a kiemelt szegélysáv felsőségja felett 90 centi legyen, a gyalogjárda felsőségja felett 1 méter, tehát a gyalogjárda is lehetne, hogyha olyan széles kerékhárítót tudnánk tervezni, amelyet egyébként nem tudunk, tehát az legalább egy ilyen 90 centi, 1 méter szélességűnek kéne lenni a hasznos felületnek, hogy az a gyalogjárda funkciót is betöltsön, akkor kellene ugye 1 méter magas korlát. Tehát a feladatban a 90 centi magasságú korlátot kell tervezni. Üzemi korlátról már a bemutatott fényképen, bemutatott hídon esetében már ejtettem szót, ugye teljes 90 cm magas, két darab egymástól 45 cm-re elhelyezett vízszintes tagból áll. A korlátok végét falazott terméskő oszlop vagy kilométerkő zárja le, ugye ez már nem mindig épül meg, illetve ha a közutat nézzük, akkor közuton ehelyett a korlát, acélkorlát helyett sok esetben acélszalagkorlátot használnak, aminek a helyes kialakításáról már az erészeti utak tervezése kapcsán ejtettünk szót, tehát hogy az elejét le kell rögzíteni, le kell beton alaptestbe kell rögzíteni, hogy betöltse a funkcióját. Tehát a feladatban a terméskő oszlopot nem helyezzük egyébként most el. Megint egy olyan részlet, ami már meghaladja a feladatnak a részletességét. Idomacélkorlátot legalább 3 méterenként rögzíteni kell idomacél lábakkal, tehát a függőleges korláttartó oszlopoknak a távolsága maximum 3 méter lehet, amelyeket kerékhárító betonoznak, vagy a kerékhárító külső oldalába betonozott acélkengyelre csavaroznak utólag. Tulajdonképpen a két statikai rendszerű főtartó esetében mind a kettő megoldás előfordul.
Tehát akinek egyszerű vasbeton lemezhíde van, hídja van, annak a maga a szélességi méretekből, a csatlakozó burkolatának szélességi méretéből fakadóan nem tud más, csak a minimális szélességű kerékhárítót tervezni, az 50 cm. Ebben az esetben viszont csak az a lehetőség van a korláttartószlop elhelyezésére, hogy az a kerékhárító külső oldalába betonozott acélkengyelre legyen csavarozva utólag. Akinek pedig szegélybordás vasbeton lemez szerkezetű hídja van, az annak a korláttartó oszlopok bebetonozhatók a kerékhárítóba, illetve a szegélyborda, szegélykonzolba. Erdészeti útak településtől távol eső hídjainál az idomacél korlátok függőleges osztólécei, ugye említést tettünk róla, azok 30 cm távolságra is vehetők. Egyébként közutaknál ez nem lenne megengedett, ugye ott legalább 15 cm a maximális érték. Idomacélkorlátot külön még egyszer nem rajzoljuk le, lerajzoltuk már a hosszmetszet kapcsán, illetve az előbb is a háttöltés kialakítása kapcsán, tehát ezt a rajzot még egyszer nem rajzoljuk át. Kerékhárítók, gyalogjárdák, állandó jellegű hidakon a korlát belső illétől mérve minimum 0,5 méter széles kerékhárítót kell elhelyezni, ugye előbb ezt már említettem, tehát a kerékhárító minimális szélessége 50 centi. A kerékhárító magassága, tehát hogy milyen magasságút kerékhárítót tervezünk, a kocsipálya felső szintjétől legalább 0,15, legfeljebb 0,20 méter legyen. Milyennek az értelme? Tehát most, ha nézzük a kerékhárítónak mi a funkciója, hogy hárítsa a kereket, tehát a kis szögben neki ütköző kereket visszatérítse a kocsipályára. Ezt a funkciót már a 15 cm a felületből kiálló kerékhárító homlokfal is ellátja. A legfeljebb 20 cm-nek, ugye ennek az előírásnak az az értelme, hogy az esetleges gyalogos forgalom esetén a gyalogos, ha véletlenül lelép a kerékhárítóról, azért ne ficamítsa ki a bokáját. Ugye 20 cm az egy elég magas lépcső magasság. Már ezt meghaladó ne legyen. Tehát ezen két érték között kell majd felvenni a kerékhárítónak a magasságának a meghatározásánál ezt az értéket. A kerékhárító végig fut a felszerkezeten, a párhuzamos szárnyfalakon, a szárnyfalak végéig tart. Tehát megint kétféle szárnyfal van, ugye van a párhuzamos szárnyfal és a merőleges szárnyfal. Párhuzamos szárnyfalat tervezők esetében ezen a párhuzamos szárnyfalon végig kell, hogy fusson nyilván a kerékhárító, illetve a korlát is, mert ahogy a 3D-s rajzon látható volt, a homlokfala függőleges. Ugye résülezáró kúp van, hogy a gyalogos forgalmat védje a lezuhanástól, tehát a párhuzamos szárnyfalon végig megy a kerékhárító és a kerékhárítóba beépítve pedig a korlát. A vasbeton lemezhídaknál a kerékhárító kétharmad részének a lemezen kell lennie. Tehát ha megválasztjuk a kerékhárítónak a szélességi méretét, akkor annak a kétharmad részének a lemezre kell lennie, a többi része nyúlhat le. A bemutató videón majd fogjuk látni ennek a tervezési menetét, hogy ez hogy történik, mind egyszerű vasbetonlemez, mind szegélybordás vasbetonlemez esetén. Említést tettünk már ugye a csepegő vagy vízorró, hogy ez hol helyezkedik el, ezt még egyszer nem részletezem, illetve említést tettem már a 2 cm-es portonatlemet simításról is, tehát a kerékhárító felsősíkja 1-2%-kal a pálya felé lejtsen. Jó, és akkor egy fontos rajz következik. Itt a bal oldalon látható az egyszerű vasbetonlemes statikai rendszernek megfelelő keresztmetszeti rész, a jobb oldalon pedig a szegélybordás vasbetonlemez kialakítását bemutató rész. Tehát itt látható az a megoldás, amiről az előbbiekben ugye szó esett, hogy a korláttartó oszlop az tulajdonképpen a kerékhárító külső homloklapjára van csavarozva, méghozzá úgy, hogy amikor a kerékhárítót készítik, akkor elhelyeznek a betonozáskor
elhelyeznek, most csak itt szaggatottan mutatom, ilyen U alakúan meghajtott idomacélokat, aminek a vége, most kicsit kilógatom, ugye ez menetes lesz, és miután a betonozás megvolt, a megfelelő kötési időt kivártuk, akkor lehet rá csavarozni a korláttartó oszlopokat. És ugye anyával alátéttel lezárva. Jó, ez lesz akkor az egyszerű vasbetonlemeznél. Ugye itt nem is tudunk más, csak ezt a minimum 50 cm szélességű kerékhárítót tervezni. Kialakítása tehát így néz ki. Ezt a rajzot majd felhasználhatjuk, amikor ahhoz a rajzhoz, amelyik bemutatja a rétegeket, ugye itt akkor a főtartó, mint a pályaszerkezet rétegeit, tehát azt még egyszer akkor nem kell majd rajzolni, ezt kell majd kirészletezni, ugye itt is itt a csepegő, ahogy beszéltük akkor, ezt a részletrajzokon meg lehet rajzolni, mert a vasalás tervezésénél nagyobb méretarányt alkalmazunk, tehát ott ez ábrázolható lesz majd. Ami fontos érték ugye az az, hogy a kerékhárító szélességének a kétharmad részének a lemezen kell lennie. Majd a feladatban ez némileg kerekítve fog jelentkezni, tehát az 50 cm-ből, ugye 35-35 cm a két oldalon, 35-35 cm a két kerékhárítón az lesz a lemezen, és 15 cm fog lelógni. A másik oldalon, ugye szegélybordás vasbeton lemeznél, lemez esetében egy szélesebb kerékhárítót tervezhetünk, tehát itt ennél a variációnál, tehát szegélybordás vasbeton lemeznél megtehetjük azt, hogy a kerékhárítóba betonozzuk majd a korláttartó oszlopot, betonba nyúló rész látható még itt. Megint csak egy szerkesztési szabály, hogy a korláttartó oszlop belső síkjától a kerékhárító belső éle az minimum 50 cm-re kell, hogy legyen, és minimum 15 cm innen a lelógó rész. Hogy a kettő összegét, hogyha összeadjuk, ez 65 cm. Hát a bemutatóban, a videóban pont ilyen 65 cm szélességű kerékhárító tervezése van bemutatva a szegélybordás vasbetonlemez esetén. Jó, és itt is ez a minimum 15 cm, ugye ez megint csak be lesz tartva azáltal, hogy lemezen 35 cm lelógó lesz a kerékhárító szélességéből, és 15 cm lóg le. Jó, a következő rajz azt mutatja be, hogy hogyan helyezkednek el egymáson a híd pályaszerkezeti rétegek. Említettem, hogy ezt újra lerajzolni nem kell. Az előző ábrát lehet kirészletezni, hogy ugye van egy minimális vastagságban 2 cm-es védőbeton réteg. Az a 2 cm tulajdonképpen ezt meghosszabbítanám ezen a rajzon, hogy ez innen értelmezendő, itt a 2 cm. Tehát ez a kerékhárítónak az ilyenfajta keresztmetszeti kialakítása, mint itt látható, itt a feladatban nem így kell megvalósítani, lehet ez függőleges, majd fogják látni a rajzon is. Tehát itt a kerékhárítónak a kontúrja, most újra lerajzolom, önöknek már aki rajzolja, tehát van egy 2 cm-es kiegyenlítő betonréteg, ezen egy 1 cm vastagságú lemezes szigetelési réteg, ugye ennek is azért van vastagsága, és erre jön a minimum 4 cm védőbeton, ugye a minimum vastagság az itt értelmezendő mindig a kerékhárító belső homlokfalánál, illetve a pályaszerkezeti rétegnek a vastagsága, ez a pályaszerkezeti rétegnek a vastagsága, tehát még egyszer a mintakeresztszelvény tervezési feladatban
annak az aszfalt rétegnek a vastagsága, amely fölött már AC koporréteg nincs, csak felületi bevonás, tehát egy AC alapréteg alkotja a burkolatát annak a pályaszerkezeti variációnak. Annak a AC alaprétegnek a vastagsága helyettesítendő ide bele. Jó, és akkor itt jön egy fontos méret, ami az előzőn nincsen rajta, de már szövegesen elhangzott, az, hogy ugye ez innen értelmezendő, ez az tórik, tehát minimum 15, maximum 20 cm lehet magasság különbség itt közvetlenül a kerékhárító belső homloklapjánál, tehát ilyen távolságra lehet a kerékhárító felső síkja a járó felülettől. Jó, és akkor ugye maga a főtartó szerkezet, de ezt már az előző ábrán is láttuk egy részletét, tehát és a saffozást is. Itt a korláttartó oszlopot nem rajzolom bele, mert ugye ez egy egyszerű vasbetonlemez, hidat mutat be ez a rajz, és ilyen esetben, ha 50 cm-es a teljes kerékhárító szélesség, akkor csak a külső homlokfalra erősíthető a korláttartó oszlop. A kerékhárító végét 0,5 méter sugarú vízszintes negyedkörrel kell befejezni. Ugye a felülnézeti rajznál fog ez majd jelentkezni, tehát nem szögletesen alakítjuk ki, annak érdekében, hogy ne okozzon sérülést a kis szögben nekiütődő gumiabroncsban. Tehát egy íves kialakítású lesz a kerékhárítóról egyenlőre ennyit. Hídfők és pillérek, milyen fő szerkezeti részei vannak, ugye alapfelmenőfalazat szerkezeti gerendával. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Még egyszer akkor itt lerajzolhatnánk akkor a hídfőnek a keresztmetszetét. Kezdjük az alaptesttel. Tulajdonképpen ezen a rajzon minden fontos méret rajt van, amelyik választható, bekarikázom majd azt, amivel kell készíteni. Jó, nézzük a hátfalat. A hátfal tőlése az majd legalábbis az első szerkesztési lépésektől 1:5, majd a statikai ellenőrzések során, hogyha beigazolódik, hogy nem állékony a hídfő, akkor ez megnövelhető majd 1:6-osra. Jó, a hídfő koronaszélessége. Most én kirajzolom a teljes koronaszélességet, mert utána lehet berajzolni a lesarkítást, tehát most az teljes koronaszélességet, ugye itt rajzolok, ennek a dőlése pedig az 1:20 helyett 1:10-es. Ahogy itt rajzolni kell, tehát nyilván akkor ez a túllógás is itt, ez máshova fog esni. Jó, tehát az itt közelebb fog esni majd. Erről már ugye ejtettem szót. Még egy fontos dolog, hogy hogyan választjuk meg a hídfő koronaszélességét. Itt K-val van, feladom, azt hiszem K0-al van jelölve. Ezt a felmenő falazat függvényében, ugye itt H-val van jelölve a felmenő falazat, mert tartalmazza is megegyeztünk a szerkezeti gerendát, tehát az nincs külön leválasztva róla. Tehát ez a felmenő falazat függvényében, amely felmenő falazat a magassága tulajdonképpen a szerkezet alsó éles szintből kivonva a mederfenék szintet, akkor ezt megkapjuk. Ennek függvényében táblázatból választjuk ki a megfelelő K értéket. A videón ez egyértelműen látszik, most a feladat kapcsán én megmondom, hogy melyik táblázatot kell majd megnézni, mert azt is meg lehet majd tölteni, az összes tervezéshez szükséges táblázatrészt le lehet tölteni. Megmondom, hogy melyik táblázatot kell nézni, és akkor ott kell szükség esetén beinterpolálva meghatározni a K0 koronaszélességet. Jó, szánfalak következnének. A két féle szánfal lesz a feladatban, a párhuzamos és a merőleges szánfal. A ferde szányfal nem szerepel, tehát ez a bekarikázom a szegélybordás vasbeton lemezt tervezőknél merőleges lesz a szányfal, egyszerű vasbeton lemezt tervezőknél pedig párhuzamos lesz a szányfal. Itt a felülnézete
látszik ezeknek a szárnyfalaknak. Kétféle statikai rendszer látható itt. A bal oldalon az egyszerű vasbetonlemez tulajdonképpen azt mutatja be az ábra, hogy miután elkészült a főtartó és kiállványozás megtörtént, utólag kerül rá a soványbeton kerékhárító méghozzá nem egyben, hanem rövid, 1-1,5 méteres darabokból külön megépítve, a rögzítésről pedig a főtartó lemez építés vagy vasalásakor és betonozásakor az ebből kiálló betonacél tüskék gondoskodnak arról, hogy a ráépített soványbeton kerékhárító az a szerkezeten maradjon, tehát ne csúszhasson le. Erről majd a vasalás során, vasalás kapcsán majd lesz szó. Tehát tulajdonképpen azért kell építeni külön darabokból az egyszerű vasbetonlemez kerékhárítóját, hogy ne vehessen részt az erőjátékban, és amikor ugye terhelést kap a híd, tehát egy nagyobb terhelésű jármű rámegy, benyomódik, akkor se alakulhasson benne ki káros feszültség, mert a vasalása az nem úgy készül, hogy ezt el tudná viselni. Jobb oldalon a szegélyboldás vasbetonlemez híd, a keresztmetszete látható, hogy egybe vasalva, egybe betonozva készül a kerékhárító rész, amely szegélybor, illetve szegélykonzol formájában jelenik meg. Ez két irányban teherhordó szerkezet, hogy a kapott terhelésnek egy része a szegélybordára jut. Ez olvasható tulajdonképpen a következő diákon. Ugye ez az egyszerű vasbeton lemeznek a leírása látható, amit még nem említettem, hogy a lemez minimális vastagságát mi alapján választjuk meg. Ugye ez az LX érték, ez a korábban említett támaszközt jelenti. Tehát a támaszköz az LX, kisvével van jelölve a főtartó lemez vastagsága. Minimális vastagsága az LX per 30. Tulajdonképpen nem így van megadva a feladatban sem, csak az, hogy az van konkrétan megadva, hogy 12 cm-nél kisebb vastagságú lemez nem tervezhető. Az ajánlott lemez vastagság a számítandó az LX per 15 és LX per 17 között. A számításokat egyébként egy útmutató segíti, amely útmutató nem csak az elméleti részt írja le, hanem konkrét mintaszámítást visz végig. Minden egyes számítást a külön behelyettesítve mintaszámítás van, ez alapján lehet a számításokat elvégezni. A szegélybordás lemezről beszéltem, úgyhogy ennyi lett volna.